Dr. Lux Balázs 1985-ben végezte el a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet. 10 éven át dolgozott a Szent Margit Kórház belgyógyászati osztályán, és az utolsó 3 évben angiológiai rendelést is vezetett. 1995 óta Óbuda Csillaghegyen házi orvosként dolgozik. 6 általános iskolában havi rendszerességgel egészségügyi ellátásban segít. A Csillaghegyi házi orvosi rendelőben számos alkalommal szervezett soron kívüli szűréseket, tartott felvilágosító előadásokat. Kisgyerekkoromban érdekelt az élővilág, akkor inkább az állatok. A gimnázium körül a humánabb oldal felé fordultam, vagy hogy mondjam, tehát az érdekelt jobban. Pszichológia, pszichológus tanár szerettem volna lenni, és aztán némi rábeszélésre a totipotensebb, tehát több lehetőséget magába rejtő orvosira startoltam. 79-be vettek fel, 85-be végeztem. Akkoriban Pesten nehézebb volt még belgyógyászállást találni. Viszonylag jó volt a pedigrém, mert ilyen kiemelt ösztöndíjat kaptam, és volt egy egyetemi ajánlásom is, és 5 helyre adhattuk be a pályázatunkat. Ebből a számomra legvonzóbb az akkor bővülő Margit Kórház volt, Harmadikerületi Margit Kórház. Addig egy belgyógyászat volt, akkor nyílt egy plusz egy nefrológia, gastroenterológia, egy kardiológia, rehabilitáció és egy hematológia. Ez nagyon vonzónak tűnt, nagyon jó nevekkel, tehát osztályvezető nevekkel. Általános belgyógyászatból szereztem szakvizsgát, és aztán Városmajorban végeztem valami kis tanfolyamot, ami alapján angiológiai vizsgálatra kaptam kreditet, és mikor eljöttem 85-től 95-ig, akkor már pár évig az angiológiai ambulanciát is vezettem. És akkor egy kollégám fölhívta a figyelmemet, hogy itt üresedik állás Csillaghegyen házi orvosi. 3 gyerekem volt már, és úgy éreztem, hogy picit sok, talán jobb lenne valami lazább, és így pályáztam Csillaghegyre, amit aztán megkaptam. Ez 23 éve volt. Azóta itt Csillaghegyen vagyok házi orvos. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 33 éve vagyok itt. Tulajdonképpen belaktam Óbudát, tehát ismerem itt a társadalmi szerveket. Pillanatnyilag 6 iskolában is vagyok tanároknak az orvosa. Ez csak egy epizód, de számtalan helyre járok, tehát a római parttól kezdve a tenisz akadémiáig, a Kossuth Zsuzsa iskolába tanítottam pár évet, akkor az még ott volt a Margit Kórház mellett. Óbuda lakossága szerintem Tolna megyével betegszik vagy megelőzi. És itt lefedi az, hogy egy kerület, egy kórház, tehát van benne valami családias. Ráadásul a kórház és a szakrendelő valamikor együttműködött, ezért az orvosok ismerik egymást. Sőt, a kórház, mielőtt az első bővítése volt, nagyon családias volt, tehát együtt, ez 30-40 éve együtt ügyeltek, együtt vacsoráztak. Ez a hangulatból valami még most is érződik. Tehát amikor én ott dolgoztam 85-től 95-ig, akkor nem hivatalosan kértünk egymástól konzíliumot, fölhívtuk egymást, ha ügyeletes voltam és volt időm, akkor megkértem a betegszállítókat, hozzák át a vizsgálatra váró betegeket, tehát ledolgoztuk, nem kellett sokat várni, ebben sok minden családias volt. Ma is így van, tehát egy házi orvos kicsit diszpécser is. Amellett, hogy nyilván kell olvasnom, képeznem magam, azért amihez már nem értek, vagy az én kapacitásomat meghaladó eszközigénye van, akkor konzíliumot kell kérni, tehát nekem jó az, hogy viszonylag bő az ismeretségem. Ez a Pro Óbuda díj nagyon megdöbbentett, nagyon ezúton is köszönöm azoknak, akik rám gondoltak, és köszönöm ugye az egészségügy nevébe, tehát a többi egészségügyi dolgozó nevébe is, mert sokszor egy kirakat szakma vagyunk, és talán a rossz hír nagyobb port ver fel. Én úgy érzem, hogy olyan extrát nem csináltam, álszerénység nélkül sokat dolgozom, sok embert ismerek, és szeretem, amit csinálok.